Már megint? A mérkőzés kezdő rugását Kovács László, népszerű nevén Ceruza, végzi el 60. születésnapja alkalmából. Az ajándékot Gyula ügyvezető adja át Cerának. Mikortól mehet? Veszem, nincs internet. Jó. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Az NB3-as csoport 11. fordulójában, ahol az Ajka fogadja a BKV előre csapatát. Egy igen érdekes mérkőzésnek lehetünk szemtanúi, hiszen egy nagyon gyors támadással indít hazai együttes, és ott a helyzet, és az első brutál nagy helyzet volt, gól nélkül, a gólvonalról mentett a BKV játékosa. Hát ez brutális. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy helyzet volt. Hát én még el se kezdtem beszélni, már egy akció indult ki, és folytatódik, de még nem zárul le, hiszen szöglet következik. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan lesz, és miként. A beadást talál, egy üres fejet talál, de a labda nem talál kaput, és bent pedig a játékvezető lögrösődést jelzett. A játékvezető egyébként Derdák Marcell, segítségére pedig Nagy Viktor és Ország Péter van. A két csapat kezdője pedig a következőképpen fest. A hazaiak Horváth, Kenderes, Olá, Nagy, Horváth, Köles, Csemer, Illés, Kovács, Csizmadia és Pákai. Így áll össze a hazai csapat, és a vendég pedig Nacsa, Girán, Irmes, Tóth, Balog, Ferkó, Csepregi, Rákos, Kálmán, Miklósvári és Csanáldi. Vagy Csanálosi, elnézést. Játékvezető indít, és hirtelen meg akart indulni Olá. Játékvezetőnek ez nem tetszett, visszarendeli Köles. Gyorsan le kell támadni az ellenfelet. Horváth előre. Piszkáljuk el onnan a labdát, srácok. Jelez a partjelző. Jelt kirugással. És nagyon nagy iramba kezdi el a hazai együttes ezt a mérkőzést. És megint a 16-oson belül jár a labda. Nagyon szép lepasszolás. Éppen hogy csak nem tudta úgy elérni a játékos, hogy ebből gól legyen. Talán tudnak ezt szögletre menteni. Nem. Sajnos nem tudtak. Kirugása jön, Nacsa. Egyébként az Ajka bajnokságot vezeti. 10 mérkőzést játszottak eddig, ebből pedig 8 győzelem, 2 döntetlen és 0 vereség volt. Még a BKV előre csapata a 7. helyen áll a bajnokságban. 10 meccsből 4 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereséget értek el. Hogyha az utóbbi 5 mérkőzést kéne figyelembe venni, miközben egy lökést láthattunk. Tehát a csapatok viszonylag hát nem épp jó formában, de
vagyis a zajkaiak jó formában, a BKV előre pedig vegyes formában vághat neki ennek a találkozónak, és megint egy nagyon nagy helyzet, amiből gól lehet, és nem volt benne senki. Alig telt el valamennyi a mérkőzésből, már három komoly helyzet is adódott a zajak. Hazaiak előtt. Tehát az Ajka az utóbbi 5 mérkőzéséből 4-et megnyert, és egy döntetlent játszott. Még a BKV előre 2-t győzött, 2-szer vesztett, és egy döntetlent tudott produkálni. Nézzük, közben megint a bal szélen indulunk meg, hát ha lesz belőle valami komoly akció, mondhatni a negyedik. Bedobás, hátra. Lejátszák a másik szélre, Köleshez. És még azért is érdekes ez a találkozó, ugyanis a bajnokságnak a gólvágói összefutnak. Vagyis hát a Zajka csapatában 2 gólvágó van. Akik hát hármas holtversenyben vezetik a góllövőlistát. A vendégeknél Balogh Bence 8 góllal, nálunk Nagy Krisztián és Olá Laci 8-8 góllal. Tehát itt is lehet valami előnyt kiharcolni a hazai srácoknak. Közben pedig nagyon szépen előre játsszuk. És próbáljuk megtartani, hogy sikerült is, és eddig nagyon fegyelmezetten is szépen játszik a csapat. Biztos, hogy tudnak róla, a nézők még nem biztos, de az előbb egy 3-3-as döntetlent játszott a második helyen lévő Érd csapata. A Puskás Akadémia másod csapatnak az otthonában. És ezzel, úgyhogy többet játszottak egy mérkőzéssel, 5 pontos előnyben van az Ajka. Tehát ebből az 5 pontból pedig még lehetne nyerni talán egy 8-at. És az azért egy nagyon-nagyon-nagyon komoly előny. De persze csak bajnokság végén lehet kimondani azt, hogy mi a realitás. Úgyhogy ezt én nem teszem meg jelenleg. Majd bajnokság végén beszámolunk arról, hogy ki a bajnok. Közben megint valamit próbálnak csinálni a srácok. Kicsit pontatlan volt, és most ez miatt pedig jöhet a BKV előre csapata. Hazaiakat egyébként Schindler Szabolcs irányítja, még a vendégeket pedig Menceles Iván. Kissé meglepő, de az előrénél van a labda. Volt, ugyanis egy pontatlan játék, és egy szép sarkazásám, de nem jött össze illéstől. Nézzük most, mit tudnak kezdeni a labdával. Ott egy nagy lökés volt. Egy figyelmeztetés. Játékvezető úr, Derdák Marcell odaszólt. És Horvát jön kirúgással. A cserék egyébként pedig úgy vannak hazai oldalon, hogy Balogh, Molnár, Kovács, Kalász, Pavlicki, Erdélyi Major. A vendégeknél pedig Palásti, Szedlacsek, Bata, Sánta. És Ihos. Egyébként rengetegen érkeztek ki a mérkőzésre, annak ellenére is, hogy igencsak hideg van, tehát én is itt a kommentátor szekcióban, kabátban, sapkában ülök. 10-11 fokot jeleznek a hőmérők. És egy ajkai bedobás jön. Amit Csemer ott hagy Kölesnek. Ugyanis Köles az Ajka egyik nagy hajítógépe. Ezt most nem bizonyította éppenséggel, de ezt tudjuk róla. Kenderes, tovább. Horvát. Nagy lövés. Szó szerint. Ez egy jó nagy lövés volt, csak nem talált kaput. A legközelebbi jobban fog sikerülni, ebben biztos vagyok. Nagy csarukhatja ki a labdát. És egyébként még
még mindig vannak érdekességei a mérkőzésnek, tehát a tavalyi évadban is találkoztak egymással a csapatok, és mindig hazai siker született. Tehát az Ajka 2017. november 11-én 2-0-ra győzött, akkor Kölest a 18. percben szerezte meg a vezetést, aztán pedig Grassl 33. percben növelte az előnyt. Közben pedig hátul passzolgatnak a hazaiak. És 2018, tehát idén, május 27-én a VKV előre otthon 3-1-es győzelmet ünnepelhetett az Ajka ellen. Közben pedig egy akció van kibontakozóban, vagyis csak volt. Bedobás. Azon a mérkőzésen Olá Laci szerezte meg a vezető találatot, ám nem tudtunk annyira lépést tartani, és Bata kétszer volt eredményes, és Ihos Ádám pedig a végén a kegyelemdöfést végezte el. Hát Ihos jelenleg csere, és Bata is, úgyhogy reméljük, hogy ma nem fognak betalálni. Nagyon határozottan támadnak ki az ajkaiak, de egy kis terület felszabadult a BKV előreinek. És tökéletes védekezés. Horváth jöhet ezért kirugással, ám de az egyik játékos, a BKV egyik játékosa a földön fekszik. Játékvezető oda megy, inti, hogy jöhet az orvosi segítség. Közben pedig, minthogyha az egyik játékos készülődne bemelegíteni. A meccs elején nem lenne jó a BKV szempontjából egy csere. De majd mindjárt kiderül, Csemer is oda megy, Nagy is. Érdeklődnek a hogyan létéről a vendégjátékosnak. Közben pedig azért egy kicsit szorizgatok a BKV-ról, hiszen azért sokan hallottak már róla. 1912-ben lett alapítva a Kék-Sárga Együttes, tehát már 106 éve aktív. A BKV Előre Sportklub a BKV ZRT Budapesti Sportegyesülete, és ő foglalkozik kajak, kenuval, labdarúgó, súlyemelő és tekeszakosztállyal is. Közben pedig folytatódik egyébként a játék. Játsszuk ki szélre, oda-vissza szépen. Lepjük meg az ellenfeleket, srácok. Közben pedig üres területet talált Csizmadia, de nem sikerült neki azt kijátszania. Közben pedig megint Nacsa készülhet kirugáshoz. És egyébként a BKV Előre az 1930-as, 40-es, 50-es években pedig nagyon jó csapatot alkotott. És rengeteg akkori játékosa szerepet kapott a nemzeti válogatottban. De mégis a legismertebb játékos Zakariás József volt, aki az aranycsapat tagja. És az 1954-es világbajnokságon, miközben egy veszélyes akció volt a vendégek szempontjából. Tehát 1954-ben Zakariás József ezüstöt szerzett világbajnokságon. Tehát a híres aranycsapat játékosa volt, majd pedig felszabadít az Ajka. És egy lökés. Kölest jól föllökték. És Zakariás egyébként 35-ször játszott a nemzeti válogatottban 1947-től 1954-ig, tehát a világbajnokságon lépett pályára utoljára. Ezután pedig edzőségbe kezdett, és Szigetszentmiklóson
kezdte ezt a pályafutását, az edzői pályafutást, ám de 6 évre utána elment az afrikai Guineába, és az ottani nemzeti válogatottat irányította, mondhatni, sikerrel. Ennyit erről, foglalkozunk kicsit a meccsel, hiszen az ajkaiaknál a labda, és nincsen messze a vendégkapu. Bármire ezt kimondom, már el is vesztették a srácok, nem baj, küzdeni kell, bedobás. A vendégek jönnek. A BKV előrének egyébként a legnagyobb eredménye az NB1B csoportban volt. 2001-es idényben pedig a bajnokok lettek. Ám voltak élvonalban is, de ott 11. helynél előrébb sose álltak. Most pedig ugye itt játszanak az NB3-ba. Az utóbbi években volt egy pénzügyi problémájuk. Volt szó arról, hogy beszüntetik a csapatot, ám végül jött egy ember, aki kihúzta a válságból az egyesületet. Közben pedig Rákos Bence indult meg. Rákos lepasszolja. Tóth be. Ajkai védő ki. És szögletre mentünk. Nagyon jó iramba kezdődött a mérkőzés, tehát az egy ilyen, tényleg ilyen gólvágók csatája. Persze most csak az ajkai gólvágóké lett volna. Ugyanis 2 perc alatt 4 hatalmas helyzetet tudott kidolgozni a hazai együttes. Közben egy vendég szöglet kerül megjátszatásra, és Horváth pedig szépen lehúzta a labdát, mint hogyha csak almát szedne egy fáról. Majd kigurítja a védőtársához, és indulhat a labda az útjára. Első emberen tökéletesen végigmentünk, azaz Horváth Péternél a labda, aki 16-oson belül van, beadja! Mekkora védés Nacsától. Inkább kitolta. Szép volt nagyon. A drukkerek is nagyon oda teszik magukat, érzik, hogy ez is egy fontos meccs. Itt Ajkán egyébként az összes mérkőzés fontos. Tehát itt annyira futballszerető közönség van, hogy szerintem, hogyha a Barcelona jönne ide, még akkor is nyerni szeretnének. A srácok is, meg a drukkerek is, ott a helyzet, 5-ösön belül, szöglet. És egyre jobban élénkül a drukkerek hangja, orgánuma. És remélhetőleg az enyém is élénkülni fog most egy góllal. Nézzük meg, lesz-e valami? Hosszú volt, de még nagyon szépen. Én bent láttam a labdát. Az asszisztens nem látta benn. Na mindegy. Nacsa jöhet kirúgással. 4 mentek nagyon föl a BKV-tól. Úgyhogy egyszerűséggel 6 meg hátul maradnak. Hát nem látom azt, hogy lenne neki középpályájuk, és mire ezt kimondom, már rendeződnek. Tehát 3-3-1-3-ba állnak föl. Srácok? Vagy 3-3-4-be inkább. Ez érdekes formáció ahhoz képest, hogy egy nem túl erős, de természetesen erős, csak nem egyezik meg az ajkai erőviszonnyal ez a csapat. Én úgy képzeltem, hogy inkább védekezésre állnak be, de közben pedig egy akciót próbálnak meg kidolgozni. Eddig szépen. Lövés. Ezt csak a statisztikába kell följegyezni. Nem a góllövő listára. Folytatódik 0-0-val a meccs. Pákai. Közben pedig jönnek előre a vendégek, és megpróbálnak le is támadni.
Hajrá, srácok, hajrá! Keményen szerezzünk labdát. Azaz. Ez picit csúnya volt. Kicsit összekapott, majdnem Csizmadia és Ferkó Ádám. Egyébként az ilyen vendégmezben nehéz megtudni, hogy ki a csapatkapitány, hiszen mindenkinek szinte, mint hogyha valami karszalag lenne a kezén, olyan a mez. De most látom és szólnak is, hogy a 20-as, tehát Miklósvári János, köszönet az információért. Az ott kézről pattant, szerintem. Mehet tovább, nem látott a bíró szabálytalanságot. Azaz, mekkora indítás, Les. Jelzi az asszisztens. Jöhetnek a vendégek. Néha nem tudom egyébként átlátni a BKV-nak a formációját. Most 4 védő van hátul. Egyszer 4 támadó, egyszer 4 védő. Ahogy esik, úgy huppan, ugyebár. Horváth pedig mutatja a csapattársaknak, hogy összébb. Neki indul. Belerúg, és átadja a másik térfélre is. Szép nagy kirúgás, és még majdnem, hogy pontos is. Köles szépen levette, megőrizte, majd bedobta. Ajkai védőnél a labda, aki indít egy támadót. De sajnos pontatlanul. De visszakerül a labda, és megint lehet kidolgozni valamit, srácok, azaz. Olá! Nagyon szép játék, te jó Isten, mekkora játék! És az mi volt? A játékvezető szerint semmi nem volt. Nagyon-nagyon-nagyon veszélyeztet a hazai csapat, ami érthető is. Szöglettel folytatódik a mérkőzés, miközben én lenéztem a papírjaimra, már szöglet jön. Egyébként a két csapat között 11 pont van, és 6 helyezés. Az Ajka eddig 30 gólt tudott rúgni ebbe a szezonban, és csak 7-et kapni, tehát a támadójáték az brutálisan erős, a védekező is, és ott a vezető találat, ennyi! 1-0, már jegyezhetjük is föl, erre vártak az ajkai drukkerek. Nem figyeltek a messzebben lévő kapufára, így hát üresen be tudta rúgni a játékos, nagy gondot nem okozott neki. És Csizmadia Zoltán rúgta a gólt. Én ilyen messziről pontosan ezt nem láttam, addig nem mertem biztosra mondani. Folytatódhat tovább a mérkőzés, de most már egy nullás arányjal. Én ezt egy tiszta szerelésnek láttam, de hogyha a játékvezető nem úgy ítéli... Na... Közben egy kis kakaskodásnak lehetünk szemtanúi. Oda ítéli magához a játékosokat a bíró. Egy kis beszélgetésre kerül sor, aminek már vége is lett.
a mérkőzés 23. percében. És eddig még nem volt egyébként lap. Tehát az előbb ott tartottam, hogy az ajkai támadósor 30 gólt tudott eddig vágni a szezonba. A védők is egyszerűen teljesítenek, hiszen csak 7-et kaptak, 10 meccs alatt. Bármelyik csapat megirigyelné, felsőbb osztályból is. És a BKV előre pedig 21 gólt rugott. És 19 gólt kapott. A 10 meccs alatt. Nézzük. Jöhetnek az ajkaiak. Bedobásra kerül sor. Hú, hát ez jó nagy volt. Mint hogyha rúgta volna. Nyilván nem, de azért hasonlított rá. Kis ügyetlenkedés miatt a vendégcsapat jön bedobással, majd kicsit kivárta a játékvezető, mert az egyik vendégjátékos feldobta magát, de kivárta, hogy ebből mi lesz, és meg is ítélte a szabadot a vendégek számára. Úgyhogy a játékvezető pedig odaadja a labdát, és jöhetnek vendégek egy szabad rugással, ami veszélyes lehet. Ez majd most ki fog derülni. Beadás. Védekezés. Horváth pedig szépen, gyorsan kirúgja, és ketten vannak elől. És lesjelzett az asszisztens. Felherdül a közönség az ítélet ellen. És a földön maradt egy ajkai. Ha jól látom, már mondom is. 13-as Csemer. Reméljük, hogy nem történt nagy probléma, hiszen Csemerre szüksége van az ajkai csapatnak. Ahogy láttam a mérkőzéseket, az egyik motorja, de ez a szerény véleményem. És most pedig a 19-es gólt, vagy hát 19-es Csizmadia, aki a gólt szerezte, most ő feküdt egy picit, és sántikál. Reméljük, hogy nem rosszban. Nagyon szépen kivitették a labdát, és jöhetnek az ajkaiak egy bedobással, és hangosabbnak kell lennem, hiszen itt mellettem ordibálnak, hogy nem túl okos döntést hozott a BKV-s játékos, amikor elkezdett itt okoskodni a bírónak, de nem baj. Nézzük. Ajkai védelemnél a labda, kijátsszák Kölesnek, Köles meg előre, pontatlanul kisé, nem baj, vendégbedobás következik. Bedobás, Rákos Bence végzi el. Azaz, keményen srácok. Nagyon szépen, nem baj, hogy egy kicsit pontatlan is lett, nem baj, támadjunk le srácok. Két vezetőedzőről pedig csak annyit szeretnék elmondani, hogy Schindler Szabolcs az, aki az NB1-es csapatokat végigjárta a 2000-es évek elején. A vendégek edzője pedig ezt nem mondhatja el magáról, ő egy kevésbé ismertebb, sőt, hogyha ismerik, edző. Közben egy helyzet. Megtartjuk a labdát, jön 20 méterre a kaputól, távoli lövés, blokkolás, szöglet talán, így van. Tehát, hogyha az edzői
múltat nézzük, meg hogy a játékos múltat, akkor mindenféleképp Schindler jön ki jobban. Schindler Szabolcs. Aki egyébként 5 nap múlva tölti be a 44. életévét tudtommal, de lehet, hogy rosszul mondom, mert ez fejből jött ez az információ. Így van. És egy óriási helyzet. Schindler úrnak előre is boldog születésnapot kívánok. Remélem, hogy a csapat pedig egy győzelemmel jutalmazza meg kőkemény kitartó munkáját. Nagyon szépen szereltünk, de hát a bíró szerint szabálytalanul. És ott a helyzet. 2-4 ellen. Végig tudjuk azt vinni, srácok. Végig tudjuk. A 2 játékos is elfektettünk, és a szabad rugás. 16 méterről. Hát igen, most sokan Csemer nevét kiáltották. Talán még hallatszik is a közvetítésbe. Hiszen Csemer az egyik legjobb szabad rugás lövő ebben az ajkai csapatban. Nézzük meg, kiáll a labda mögé. Csemer az ott van. Őt jól látom. Talán ő is fog oda készülni, de Horváth is ott áldigál. Csemer, muszáj, gyerünk! Játékvezető még eligazítja bent a sorfalat. És megadja a sípszót, ami után elvégzésre kerül a szabadrugás. Nem Csemer végzi a gól! Ho-ho! Horváth, ha jól láttam! Hát ez nagyon laza volt! Ezt így kell csinálni! 2-0! Fél óra telt el a mérkőzésből. Nem, elnézést, nem Horváth volt, hanem Nagy Krisztián, azt elnéztem. És a nézők is nagyon boldogok. Fél óra is már 2-0-ra vezet a csapatuk. A hazai csapat. Ennél jobb kezdésre nem is számíthattak az emberek. Közben pedig nem adja fel a taktikáját a hazai csapat, hiszen egyre jobban támad le. Hát... nagyon szemfüles labdaszerzés. Ezt így kell csinálni. Eladott labdát értékesíteni kell. És az csúnya volt, ami nálam abszolút lapot. Ami nálam lapot ér. Talán visszajátszásból láthatjuk, de egy öklös került kiosztásra. Szabad rugás. Közben pedig én nézem a visszajátszást, hamarosan ezt önök is láthatják. Megy is egyébként a visszajátszás, tehát ott egy... Ho-ho! Egy jobb egyenes talán. Ugyanilyen szépen tanítják egyébként ökölvívó iskolákban is. Közben a szabadrugásból ugye önök nem láthatták, ugyanis a visszajátszást figyeltük, a szabadrugás nem jelentett veszélyt a vendégek kapusára, a vendégek kapujára. Marad az állás 2-0, és nacsa kirúgása következhet. Hát nem a humoristáé, hanem egy másik nacsáé. Közben pedig, hú, mekkora sprint! De sajnos nem volt így értelme, így utólag megtudva.
Nézzük, Nacsa hova rúgja. Hát megpróbálták lejátszani szélre, de az ajkai a krésen vannak, úgyhogy ebből egy nagy kirúgás lesz. Nézzük. És még a szurkolók közé is vágja az egyik vendégjátékos a labdát. Ez nagyon sportszerűtlen jelenet volt. Közben pedig az ajkaiak hátul megjátszhatják, majd előre próbálják, de pontatlanul. Rákos Bence. Hát az már kim volt. Így van, egyet is értelem a játékvezető. Na most az utóbbi egy-két percben nagyon elsportszerűtleneskedett a játék. Tehát ezt így nem lehet folytatni, most már szerintem kéne egy-két intőjel bírótól, ami nálam sárga lapot jelent. Mert itt csak egymást húzzák rá a játékosok az agresszióra. Nagy! Végezhet el oldalról szabadrugást. Nagy beadás. Nacsa pedig megfogja, lehúzza és indítja csapattársát. Bedobás. Nagy. Úha, ketten hagyták el a labdát. Most nem volt... Vagy nem tisztázták le, hogy kié lesz, így senki se lett. És föltámadt a szél is egyébként. Alapjáraton is eléggé hűvöskés az idő. De így pedig még hűvösebb van. Szélen játszhatják a vendégek. Majd a 16-oson belülre érnek. Lövés. Ajkai fej. És Horvát megfogja és vágja is ki előre. Az azért egy komoly indítás, és még de elérte a labdát az ajkai támadó. Az szép volt. És hát szétszakad a pálya a vendégek részéről, ugyanis nagyon sokan elő voltak, nem jöttek hátra. Kölesnél a labda, Köles nagyon szépen magánál tartja, beadja, ott a helyzet, kimarad. Ajjajajajaj, hát 3-0 lehetett most. És hát benne volt a pakliba, hogy 3-0 lesz, de sajnos nem lett. Hamarosan ezt is megtekinthetik visszajátszás keretében. És hátra kényszerítjük a vendégeket. Nézzük. Vissza Nacsához. Közben pedig most láthatják az előző helyzetet, az ittszert. Nacsa nem tudja, hogy hova rúgja. Ajkaiak hátul lejátszogatnak. Nem nagyon támadnak le a vendégek. Megy a passz ide-oda. És próbálunk előrébb jutni. Eddig előrébb is jutottunk. Megbecsüljük a labdát, játszunk vele. Nézzük. Majdnem összejött a passzolás. És majdnem el is hagyjuk, de szépen megtartották a srácok. Ho-ho-ha. Nagyon gyönyörű odacsúszás. Pár ember ezt tapsal jutalmazza. Kenderes tovább, Csemer helyett Csizmadia. És lest jelez az asszisztens.
Nacsa, ismét kirúgás. Nézzük. Egy labdaszerzés a BKV előrétől. Lövés. Elkerüli a kaput. Marad a 2-0. És a rendes játékidőből pedig még 8. És ebből a félidőből pedig még 8 perc maradt hátra. Horváth kirúgás. És az ajkaiak pedig próbálkoznak újabb egy helyzetet kialakítani. Nem sikerült. A menetben hiba volt. Köles pedig nagyon szépen oda csúszik. És megint kezd kicsit ilyen agresszívabb összecsapásba torkolni. És az ajkaiak pedig szépen megszerzik, és megint próbálhatnak helyzetet kialakítani. Ha nem szól közbe egy BKV-s láb. De most közbe szólt, úgyhogy megint jöhetnek a vendégek. Nézzük az ajkaiak, középpályán maradnak, és most játsszák előre a labdát. Nézzük, hú, de szépen. Két ember után is még megmarad a labda, majd egy távoli lövés. Nem baj, nem baj, nem baj, srácok. És jöhetnek megint kifele a vendégek. Nem találtak üres embert, vagyis üres csapattársat inkább, üres embert találtak, egy vendéget. És bedobással folytatódik a mérkőzés. A bedobást elvégezték. A vendég védőknél a labda, majd hátra kerül a kapushoz is, Nacsához, akit hibára próbálnak kényszeríteni, de ez most nem jött össze. Fönn a szélen. Ott játszhatják most meg a labdát. Nagyon szépen Csizmadiához. Kölest választja. Jár a labda körbe-körbe. Mellel szépen leveszi, tovább gurítja, helyzet kibontakozóba, úha, bekerült a satuba. Az a játékos és egy bravúra kényszerítették Nacsát, és egy eladott labda, 3-0! Ennél jobb fél időt nem is képzelhetnénk el, kedves nézők, úgy gondolom. Nagy talált be, ha jól láttam. Így van, Nagy Krisztián szerezte meg a maga találatát. A mérkőzésen ez már a második neki. Így a góllövő listán kezd elhúzni. 10 góllal áll az élen. Vendégeknél a labda. Vendégeknél volt a labda. Köles gyors bedobással játékba hozhatja, így is van, Kenderes. Horváth. Illés. Kenderes. Játékvezető int, hogy tovább.
Illés. Köles. Horvát. Mindenki beleér ebbe a labdába. És kezd egyre hidegebb lenni egyébként itt is. Fönt a srácok is talán kicsit fáznak, de mindjárt jön a 15 perces pihenő. Sajnos egy eladott labdának lettünk szemtanúi. Amiből gyorsan le akar támadni a vendégcsapat. Nézzük meg. Tóth tovább. És egy szép védekezés Kenderestől. 13-as Rákos Bence dobhatja be a labdát. Beadás. Érkező, nagyon nem volt rá. Horváth pedig ráfekszik a labdára. Elpattintgatja maga előtt. Szól a csapattársainak, hogy előre. Mármint nem a BKV előréseknek. Bedobás. És egy perces hosszabbítást. Egy perces hosszabbítást jelzett a negyedik játékvezető. És egy szöglet marad így a végére. Ebből még alakulhat ki egy helyzet. Kis szöglet. Nagy beadja. Túl magas volt, nem baj. Talán ez volt a félidő utolsó akciója. Ez mindjárt kiderül. Így van, ugyanis Derdák Marcell lefújja az első félidőt, és 3-0-val mehetnek pihenőre a csapatok. Úgyhogy hamarosan térünk vissza a második félidőre. Nagy. Jóha, ketten hagyták el a labdát. Most nem volt, vagy nem tisztázták le, hogy kié lesz, így senki se lett. És föltámadt a szél is egyébként. Alapjáraton is eléggé hűvöskés az idő. De így pedig még hűvösebb van. Szélen játszatják a vendégek. Majd a 16-oson belülre érnek, lövés, Ajkai fej, és Horváth megfogja, és vágja is ki előre. Az azért egy komoly indítás, és még de elérte a labdát az Ajkai támadó. Az szép volt. És hát szétszakad a pálya. A vendégek részéről, ugyanis nagyon sokan elő voltak, nem jöttek hátra. Kölesnél a labda, Köles nagyon szépen magánál tartja, beadja, ott a helyzet, kimarad, ajjajajajaj, hát 3-0 lehetett most. És hát benne volt a pakliba, hogy 3-0 lesz, de sajnos nem lett. Hamarosan ezt is megtekinthetik visszajátszás keretében. És hátra kényszerítjük a vendégeket. Nézzük. Vissza Nacsához. Közben pedig most láthatják az előző helyzetet, az ittszert. Nacsa nem tudja, hogy hova rúgja. Ajkaiak hátul lejátszogatnak. Nem nagyon támadnak le a vendégek. Megy a passz ide-oda. És
próbálunk előrébb jutni. Eddig előrébb is jutottunk. Megbecsüljük a labdát, játszunk vele. Nézzük. Majdnem összejött a passzolás, és majdnem el is hagyjuk, de szépen megtartották a srácok. Ho-ho-ha. Nagyon gyönyörű odacsúszás. Pár ember ezt tapsal jutalmazza. Kenderes tovább, Csemer helyett Csizmadia. És lest jelez az asszisztens. Nacsa, ismét kirúgás. Nézzük. Egy labdaszerzés a BKV előrétől. Lövés. Elkerüli a kaput. Marad a 2-0. És a rendes játékidőből pedig még 8. És ebből a félidőből pedig még 8 perc maradt hátra. Horváth kirúgás. És az ajkaiak pedig próbálkoznak újabb egy helyzetet kialakítani. Nem sikerült. A menetben hiba volt. Köles pedig nagyon szépen odacsúszik. És megint kezd kicsit ilyen agresszívabb összecsapásba torkolni. És az ajkaiak pedig szépen megszerzik, és megint próbálhatnak helyzetet kialakítani. Ha nem szól közben egy BKV-s láb. De most közben szólt, úgyhogy megint jöhetnek a vendégek. Nézzük az ajkaiak, középpályán maradnak, és most játsszák előre a labdát. Nézzük, hú, de szépen. Két ember után is még megmarad a labda, majd egy távoli lövés. Nem baj, nem baj, nem baj, srácok. És jöhetnek megint kifele a vendégek. Nem találtak üres embert, vagyis üres csapattársat inkább, üres embert találtak, egy vendéget. És bedobással folytatódik a mérkőzés. A bedobást elvégezték. A vendég védőknél a labda, majd hátra kerül a kapushoz is, Nacsához, akit hibára próbálnak kényszeríteni, de ez most nem jött össze. Fönn a szélen. Ott játszhatják most meg a labdát. Nagyon szépen Csizmadiához. Kölest választja. Jár a labda körbe-körbe. Mellel szépen leveszi, tovább gurítja. Helyzet kibontakozóba. Úha! Bekerült a satuba! Az a játékos és egy bravúra kényszerítették Nacsát. És egy eladott labda! 3-0! Ennél jobb fél időt nem is képzelhetnénk el, kedves nézők, úgy gondolom. Nagy talált be, ha jól láttam. Így van, Nagy Krisztián szerezte meg.
a maga találatát. A mérkőzésen ez már a második neki. Így a góllövő listán kezd elhúzni. 10 góllal áll az élen. Vendégeknél a labda. Vendégeknél volt a labda. Köles gyors bedobással játékba hozhatja. Így is van. Kenderes. Horváth. Illés. Kenderes. Játékvezető int, hogy tovább. Illés. Köles. Horváth. Mindenki beleér ebbe a labdába. És kezd egyre hidegebb lenni egyébként itt is. Fönt a srácok is talán kicsit fáznak, de mindjárt jön a 15 perces pihenő. Sajnos egy eladott labdának lettünk szemtanúi. Amiből gyorsan le akar támadni a vendégcsapat. Nézzük meg. Tóth tovább. És egy szép idekezés Kenderestől. 13-as Rákos Bence dobhatja be a labdát. Beadás. Érkező, nagyon nem volt rá. Horváth pedig ráfekszik a labdára. Elpattintgatja maga előtt. Szól a csapattársainak, hogy előre. Mármint nem a BKV előréseknek. Bedobás. És egy perces hosszabbítást. Egy perces hosszabbítást jelzett a negyedik játékvezető. És egy szöglet marad így a végére. Ebből még alakulhat ki egy helyzet. Kis szöglet. Nagy beadja. Túl magas volt, nem baj. Talán ez volt a félidő utolsó akciója. Ez mindjárt kiderül, így van. Ugyanis Derdák Marcell lefújja az első félidőt, és 3-0-val mehetnek pihenőre a csapatok. Úgyhogy hamarosan térünk vissza a második félidőre. Visszatértünk. 3-0-ás arányban vezet az Azai csapat, az Ajka. Úgyhogy szerintem egy érdekes mérkőzést láthatunk továbbra is. Játékvezető sportársbele is fúj a sípjába, és nagyon-nagyon keményen ment előre az Ajka. Ám de nem jutott el a támadókig a labda. És egy csere is végre lett hajtva. 12-es Csepregi jött le, és Bata érkezett a vendégekhez. Az a Bata, aki a legutóbbi mérkőzésen betalált. Na, srácok, szedjük össze magunkat. Azt mondom. És még egy csere. Girán Máté helyett még Szlacsek érkezett. Hajrá, srácok, hajrá, pörögjön a labda, játszunk, Csemer, tovább. Fönn Köles fogja a labdát. Nem épp szó szerint, mert azért nem... Vagy azért nem jár dicséret. Na, csarúghatja ki.
Nacsa kirúgás. Szépen hosszan előre. És most pedig Horváth Péternél a labda. Horváth tovább. Olának. Olán még tovább. Olá, gyerünk! Nagyon szépen megtalálta az üres területre érkező társát. Les. Jelzi az asszisztens. Pedig jó lehetett volna. És elnézést, hogy egy kicsit ilyen szótlanul indítottam, de a szurkolóktól kaphattam most el, mert egy picit csöndben maradnak. Talán azért, mert hideg is van eléggé, én is itt dideregve közvetítek. De reméljük, ez hamarosan változni fog. Mondjuk egy gól az felol. Ez feloldozná ezt. Vendégek játszanak a labdával. És hibáznak. Hihetnek hazaiak. Ők mit tudnak vele kezdeni? Ajjajjajjajjaj. Sajnos semmit se tudtak vele kezdeni, úgyhogy Nacsa rúghatja ki a játékszert. De átvert engem, úgyhogy inkább csak kidobta. Közben pedig szépen letámadnak a hazaiak. Nincs nagyon játék terve a BKV előrének. Tehát nagyjából ilyen, ahogy esik, úgy huppan módszerrel állnak most neki, például ennek a támadásnak is. Eddig szépen tartják a labdát. És pontatlanul adják be előre. Illésnél a labda. Illés hátra a védőtárshoz. És... hoppálé! Mekkora bombagol, te jó ég! Mekkora bombagol! Hát én ilyet még nem közvetítettem. És nagyon örülök, hogy... nagyon örülök, hogy most... megadadott. Te jó Isten, csak néztem, hogy ez merre fog szállni, és beakadt. Nagy Krisztián Mester 3-as. Hát le a kalappal. Amint érintett a labda a hálót, itt összenéztünk a kollégákkal, hogy ez mekkora gól volt, azt a mindenit. Hát ez brutális. Ajka, BKV előre. 4-0, és még van bőven hátra a mérkőzésből. A legutolsó meccsét is egyébként hazai csapat 5-0-val zárta, csak ott 4-0-s első fél idő után. Lassan mondhatom, hogy ennyi gól már... hát nem az, hogy megérdemel, mert abszolút megérdemel, de hogyha ennyi gombóc lenne, az már sok lenne. Tehát gombócból is sok. Nemhogy gólból. Csemernek hagyja Horváth a labdát. Csemer nézi, kinek adhatja. Majd visszakerül hozzá. Szépen hátrajátszik a védőhöz. Na most talán arra a szélre jobban fognak vigyázni a vendégek. Fejjel tovább.
Nézzük. Nyolc ajkai mezőnyjátékos veszi ki a támadásban a részét, ami külön érdekesség. Hát a BKV-s csapat pedig teljes mértékben védekezik, az összes játékos. Hát ez itt már lassan talán örömfoci lesz, ha még nem az. És egy indítás. A kapus résen volt, de jár a taps az ajkai játékosnak is. Labdaszerzés Horváth. Hibára kell kényszeríteni. Gyerünk, gyerünk. Nem jött össze, nem baj. Az ajkaiak megint próbálkozhattak. Ujj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 
felpattant játékos, aki alá csúsztak. Lehet följebb jönni. Szépen ezt már itt lazán. Nem azt mondom, hogy ki lehet húzni, mert nem állunk úgy, hogy ezt ki kéne húzni, hanem azért még lőjünk egy-két gólt, de persze lazán. És persze közben fegyelmezetten is. Na nézzük. Közelítünk a vendégek kapujához. Csemernél a labda. Szépen észrevett a játékostárs, Csemer, megkerülős csel, és azért összejött neki, beadja, ott a hely, ujjajajajaj, nem jött össze a lövés, Csemer pedig nagyon szépen kiharcolta. Le a kalappal a srácok előtt. Nacsa rúghatja ki a labdát. Egy ajkaihoz rúgta. Pontatlan. De visszakerült a vendégekhez a labda. És nagyon jól játszik a hazai csapat egyébként. Mint hogyha 0-0-ra állnának, ugyanúgy küzdenek. Pedig valójában már 4-0 van. Horvát előre. Össze-vissza pattog a labda, majd egy vendégjátékos kiharcol egy szabad rugást az ajkai kaputól nagyjából egy olyan 30 méterre. Vajon mi lesz belőle? Játékvezető kiméri a távolságot. Vajon lesz-e veszélyes akciója a BKV előrének most, vagy a meccsen? Nagy kérdés, amire azért választ kaphatunk. Megakad a sorfalban. Tökéletes. És megint jöhet a hazai csapat. Húha! 4-4 ellen, 5-en már 4 ellen. Elpattant a vendégtől, de ebből még lehet valami, hát igen, egy pontatlan beadás lett ebből. Nem baj, irány hátra védekezni. Gyerünk. Csemer. Helyett Csizmadia volt.
Szépen okosan játszanak a srácok nagyon. És ez egy csúnyán adott labda volt, és pont akartam mondani, hogy a vendég hetessel kell vigyázni Balogh Bencével, ugyanis ő is egy kis gólzsák, ugyanis eddig 10 mérkőzés alatt 8 gólt szerzett. Mérkőzés elején még Nagy Lacival és Olá Krisztiánnal álltak az első olyan gólövő listába, de Nagy összeszedte magát és rúgott egy hármast, egy mester hármast. Nézzük, tudják-e növelni az előnyt. 16-oson belül az ajkaiak. Ott a lövés, ott az ötödik! Ho-ho! Öröm futball! Horváth Péter talált be, szépen kilőtte az alsót. Hát kérem szépen, ez egy nagyon, nagyon könnyed meccs az ajkaiaknak. De még nincsen vége, még nincsen lefújva a mérkőzés, ebből még lehet több is. És talán az is benne lehet a pakliba, hogy valamelyes ledolgozza ezt a nagy hátrányt. A vendég együttes. Hátra játsszák a labdát. Hibára kell kényszeríteni a játékosokat. Szurkolók nagyon jól érzik magukat, hát érthető, 5-0-ra vezet a csapatuk, mi más lenne? Még kimondom, addig 5. És ez szép nacsa mentés volt. Közben pedig Horvátnál a labda, aki az előbb a gólt szerezte. Ott a helyzet, ott a lövés, 6-0! Hát mi folyik itt? Hát én... Ezt nem értem, kedves nézők, hát... Annyiszor rúgnak gólt, ahányszor csak akarnak. Lassan az eredmény kezd hasonlítani egy vízilabda mérkőzésre. Ajka BKV előre. 6-0 és Olá szerezte a találatot, tehát ő is most 8 gólról elmozdul, úgyhogy most 9 találatot jegyezhet erre az idényre. És csere. Csere van. Nagy Krisztián nagyon megtapsolják, 3 gólt szerzett, úgyhogy Major Norbert érkezik a helyére. Úgy érzi Schindler mester, hogy mai napra Nagy Krisztián már kilődözte magát. 6-0. Nem rossz. És még mindig próbálkozik a BKV előre. Valamelyest ledolgozni a hátrányt. Azaz, ügyesen, nyugodtan, szépen játsszák át egyik oldalról a másikra. Major Norbinál a labda. Szépen visszapasszolja. Majdnem, hogy... Hát vissza is megy a labda saját ajkai térfére. Horváth Péternél a labda. Megy a passz, Csemer. Csemer följátsza. Szélre.
azaz 16-oson belül. Nem jutottunk el lövésig. Hát, hogyha 5 gól után indul a busz, akkor nem tudom, 6. után mit, talán az űrhajó, vagy? Vagy mi indulhat? Nacsa készül szabadrugáshoz. Egyébként a mérkőzésből még, hát, egy bő fél óra, vagyis inkább szűk fél óra van hátra a mérkőzésből. Nézzük. Azaz, gyerünk, Horváth. Nem jó, pontatlan, nem baj, visszaszereztük. Valamit kezdhetünk vele, Csizmadia, Horváth. Horváth föl Köleshez. Köles vissza Horváthoz. Kenderes. Teljesen hátra. Passzolgatnak. Kicsit, mintha megpróbálják kiebb húzni az ellenfelet, és úgy inkább utána beindítani valakit. Az kéz volt. Szerintem, persze. Nagyon szépen megpróbálta tovább játszani Csemer, de kissé pontatlan volt, nem baj. 5 az 5 ellen. 4 az 5 ellen, bocsánat. 16-oson belül a BKV-sok. Szép. Lepattan egy ajkai védőről. Szöglet következik. Mérkőzés 65. percében. Ennyi gólt a kézilabda meccsen nem született tegnap? Ennyi gólt a kézilabda meccsen nem született tegnap? Most van! Beadás! És sikertelen fejelést zárhat a BKV előre támadója. Horváth vajon ki ez lehet kirúgni? Mindjárt kiderül, hogy ki ez fogja, vagy ki ez akarja legalábbis. Horváth nagy kirúgása. Szép labdalevétel. Harcoltunk egy picit. Kis birkózás. És jöhet az ajkai szabadrugás. Szép. Olá. Szabadrugás. Nagyon résen vannak az ajkai védők. Úha. BKV sok annyira nem. Na gyerünk! Söpörjük be a hetediket! Hé, és ott van a hetedik! Hát pont most mondtam, hogy söpörjük be! És megvan! Szurkolók tombolnak! A csapat vezet! A sör jól fogy, mi kell még? Olá egyébként a gólszerző, tehát ma már a második góljánál tart. Talán azért hozta le az előbb nagyot Schindler edző úr, hogy Olá is kirugdossa magát. És eddig bejön. 7-0. És nagyon lazán állnak hozzá. Vendégek csak úgy rugdossák a labdát. Hát igen, innen nehéz feljönni,
De szépíteni lehet. Sőt, szerintem pár játékos fejében még ott motoszkál, hogy azért rúgjunk egyet vagy kettőt. Tizenhatoson belül kiebb sodródott a vendégjátékos. Közben pedig csere a vendégeknél. És ha jól látom, Ihos érkezik, aki a legutolsó mérkőzésén, persze amit Ajk ellen vívott, ott gólt szerzett a 85. percben. Idén május 27-én. BKV előre, csak is előre, gyerünk, nézzük meg. Tudnak-e valami kis ellenszert találni az ajkai védelemre? Ez hamarosan kiderül. Ujj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 
Péter kapura, tör továbbadja, és nem volt pontos. Úgyhogy nem lett 8-0, de hát ezt már kimondani is egyébként durva. Marad az állás 7-0. Dob a vendég együttes. Egész pontosan. Az ötösük dob, a kis Szadle csek. És kettős seréhez készül Schindler-mester. Horváth Péter lejön. Molnár Tibor érkezik. És Pavlicki Balázs. Tehát Horváth, és még ki megy le? Olá megy le. Tehát ma duplázott. Szép teljesítmény. Schindler edző is gratulált. Megérdemli, még a biztonsági őrök is gratulálnak. Nagy teljesítmény nyújtott a mai mérkőzésen is. Olá. Megint egy BKV-s bedobás volt. Kicsit lefagytam, még mindig hideg van. Úgyhogy egy-két ütemet én is késtem, nem csak itt egy-két becsúszás. Major Norbert beadja. Van ott érkező! Hát, szép lövés, bedobás. Ez most nem jött ki olyan jól, amennyire szerette volna Major. Közben egy kis földharcot is láthattunk. Tartottak egy kis ízelítőt a srácok, hogy milyen is. De most megint a futballé a főszerep. Mennek az ajkaiak a 8. gólért, már örömből játszanak. Tehát már a 3. gól után. 16-oson belül. Molnár. Kenderestől pattan tovább. Les. Húsz perc maradt még egyébként a mérkőzésből. Az állás. Ajka BKV előre 7-0. Hát szép kis revansa a legutóbbi találkozóért, amikor még 3-1-re nyert a BKV.
Nézzük, szépítenek-e? Vagy nem? Eddig szépen viszik fel a támadást, de az ajkai védők pedig szépen el is csenik. Csemer szépen küzd, hajt a labdáért. És vissza is szerezte. Aztán visszaszerezték tőle. Na nézzük, mi lesz ebből. Helyzet lesz-e, vagy védekezés? Így van, védekezés lett belőle. Úgyhogy most jöhet a hazai csapat. Jó, nem értették meg egymást a védők! És éppen hogy csak fölé ment a labda. Majdnem ott, már benne volt a levegőben a nyolcadik. Kicsit nagyot emelt az ajkai támadó Nacsa fölött. Úgy gondolom, hogy aki kilátogatott erre a mérkőzésre, nem bánta meg. De ezt még nem mondom, mert még odébb van a vége, addig még történhet sok minden. És nagyon szép labdaszerzés Csemertől, és ezt kicsit elkönnyelműsködte. Nem baj. És labdaszerzés. Védés. És fölé. Nem baj. Érik az a nyolcadik. Most így össze kettő dolog érik. Az ajka nagy győzelme és a szőlő. Úgy érzem, az ajka nagy győzelme az előbb érik be teljesen. Nem hiába tartja egyébként az összes vezetőedző a bajnokságban bajnok esélyesként az ajkát. Hát ezt már mondhatjuk, hogy 8 pontos előnyre tesz szert a lefújás után. És teljes mértékben úgy gondolom, hogy megérdemelten. A csapat remekül játszik. Küzdeni a karással. Jól játszanak. Mi más kívánhatnénk még ide a pályára. Közben pedig sarok. Vissza. Micsoda játék lesz sajnos. Lesz. Mondom én, hogy érik az a nyolcadik gól. De még egy picit még várni kell rá. Na csak kirúgta. És a BKV jöhet előre. Hiába van egyébként benne a nevükben az, hogy előre, ma a tabellán nem mennék, vagy nem mennek előre. Csapat játék. Kissé ponthatlanul, nem baj. Nagyon szép labdaszerzés. Pavlicki megindul, nagyon megindul. Ez kicsit érdekes volt, de nem fújt a játékvezető. Nézzük, hogy a vendégek mit kezdenek a labdával. Oda csúszás. Szabad rúgás következik. És még 10 perc maradt egyébként ebből a mérkőzésből, aminek egy szinten azért nem örülünk, mert gólzáporos események után járunk. De valami miatt pedig igen, mert azért hideg van, és nem csak a szurkolók, de én is még megfagyok. Meg a kollégák, persze. Nem tudnak előrébb jönni a vendégek. Nagyon-nagyon letámadnak középpályánál már. Az ajkaiak.
kicsit nem értették meg egymást. Hazaiak. Úgyhogy jön a BKV. Közben a drukkerek is nagyon élvezik a meccset. Horvát pedig megfogja. Na nézzük! Ajjajaj, mekkora indítás! Nem érte el a labdát Major. Hát kettő embert is ott hagyott a pesti játékos. És egy szabad rúgás következik. A mérkőzés 78. percében. Nézzük. Nézzük, hogy a szabadrugással mit tudnak kezdeni. Ajjajajajaj, azért egész veszélyes. Egész veszélyes akció volt. Nem sokkal ment a kapu mellé. Horvát kirúgáshoz készülődik. Ajkai védőknél a labda. Vajon akarnak-e még egy-két gólt? Mármint hát szerintem az ajkaiak akarnak, a BKV-sok nem. Nézzük. Bedobás. Pontatlan. Előre kéne játszani a labdát. Elvesztették a srácok. Kicsit leült most megint a mérkőzés. Úgy gondolom, hogy 7-0 után nem veszük Zokszón. Horvát kirúgja. Hát most már nem nagyon mozgolódnak a játékosok. Na nézzük, van-e még valami ebbe a csapatba. Nézhetjük is. Nagyon szép labdaszerzés, és szabadrugás pedig megkapják az ajkaiak, ugyanis Pavlickinek a mezét húzták vissza. Gyors szabadrugás akart lenni. De a játékvezető nem engedi. Helyette csak simán egy szabad és gyorsan. Csemert oda, én azt mondom. Csemer is van ott. Csemer. Így, nem baj. Tőle egyébként még rossz szabadrugást nem láttam. És igen, többen mondják, hogy itt volt az ideje. Hát... nem, nincs itt az ideje, ha Csemer áll a labda mögé, az vágja be.
közben pedig a vendégek. Nézzük, mit tudnak kiügyeskedni, okoskodni. Játszogatnak. Irmes. Szép volt, jöhet is. Bedobással a hazai csapat. Nem baj. Semmi nem volt. Szerintem se. Most pedig egy labda szerzés van. 4-4 ellen. Szabad rugás. Kezdőkör széléről végezhették el a szabadot, most pedig csak játszogatnak. Próbálják kiebb húzni a pestieket. Labda vesztés. Jöhetnek a vendégek. Szöglet. Nézzük, talán mérkőzésen az utolsó. Mérkőzésen talán az utolsó lehetősége most adódik meg a BKV-nak. Többen remélik. Nézzük. Veszélyt jelente az ajkai kapura. Nem. De most pedig veszélyt jelenthetnek az ajkaiak a BKV kapujára. Egyértelműen mondtam volna, hogy igen, de most már nem. Nacsa meg is fogja. Megint jönnek előrébb, fölfele a vendégek. És megint az ajkaiak jönnek. Itt az idő a 8. találatra. Szóval csak szerintem, szerintük most nem. Majd később jön. BKV-s játékos a földön. Köles bocsánatot kért. És miben sántikál? Tóth Kristóf. Hát cipőben. Nagyot kapott. A Bradinál hol van ilyen, Bore? Mi? Zoli? Nézzük. Szabad rugás. Persze, messziről. És az ajkai védők pedig szépen meg is szerzik a labdát. Hátrébbről jön a szabad rugás. Jelzi Derdák Marcell kollega. Irmes. Rákos. Fejjel haza. Horváth.
mint a ringlispír, csak úgy forog a játékos. És el is vettük tőlük a labdát, de bedobással jöhetnek. Nézzük. Szabadrugás. Üvöltött egy nagyot. Borult és fölkelt. És még 3 perc maradt a rendes játékidőből. Hát annyira leült a mérkőzés az utóbbi percekben, hogy újabb gólra nincs nagyon kilátás. Bárki tudja, mert én biztosra nem. Szabad. Nagyon szép védés Horváttól. Így a végére kellett. És szöglet. Szöglettel folytatódik a meccs. A szöglet pedig egyenlőre veszélytelen. És az is lett, ezt már kimondhatjuk. Ugyanis lehet, hogy az Ajka tud belőle támadást vezetni. Pavlicki nem ért egyet. A játékvezető asszisztens szerint Pavlickiról került pedig ki a labda. 7-0-nál még mindig próbálkozik BKV. Talán a becsület gólért. Nem sokkal, de elment a kapu mellett fölött, és szöglet következik. Ugyanis megpattant egy ajkai védőn. Nem talált nem ajkai, hanem BKV-s fejet, és a 8-kal zárjuk le. 8-kal zárjuk le. Hú, de pontos átadás, szép hosszú. Pavlicki 16-oson belül nem jó, nem jött össze túlságosan jól a csel, nem baj. Megpróbálja még egyszer. Pavlicki beadhatja. Hú, elfekteti a játékost. És nem tudtak gólt rúgni, nem baj. Ez azért szép volt. Így elfektetni egy játékos nem semmi. Nacsa jöhet. Kirugással. Kicsiben végzi el. Vissza Nacsához. És a mérkőzésben pedig senki se csalódott, aki kijöhetett ide és ki is jött. Ugyanis az Ajka szerintem minden szurkolót megvett arra, vagyis rávett arra, hogy érdemes ide kijönni, hiszen bajnok esélyes a csapat. Ezt a mai mérkőzésen is bizonyították. Ugyanis 7-0-ra győztek. És ehhez nincsen több hozzáfűzni való. Egyszerűen gyönyörű játék. És a játékosok még jönnek megköszönni a biztatást. Úgyhogy az NB3 nyugati csoportjában már 8 pontos differencia van az Ajka és az Érd között. 1000 gratuláció innen föntről is, és legközelebb is tartsanak velünk. Köszönöm, aki velünk tartott. Ajka BKV előre, 7-0.